Ha valaki tőzsdei befektetésben gondolkozik, alapvető fontosságú, hogy az illető tisztában legyen a hozam és a kockázat viszonyával. Alapvetően magasabb hozamhoz nagyobb kockázatviselési hajlandóság párosul. De hogy mit jelent a magas hozam és mit jelent a kockázat, ezt mindjárt kifejtjük kicsit részletesebben. Tőzsde világáról lexikonokat lehetne írni, meg már írtak is, de ha lényegét nézzük, akkor alapvetően kétfajta befektetési forma van. Az egyik az alacsony hozamú befektetés, amely alacsony kockázattal párosul. Ilyen például az állampapír, a bankbetét, esetleg néhány vállalati kötvényt is ide sorolhatunk. Mennyi most jelenleg egy egyéves magyar állampapír befektetés hozama? 1% alatti. Tehát ezt a kerekítsünk 1%-os hozamot, nevezhetjük most kockázatmentes hozamnak. Hogyha valaki 2, 3, 4, nagyisten 10%-os hozam elvárással rendelkezik, akkor tisztába kell azzal lennie, hogy az a hozam, amit ő elvár, az per pillanat a kockázatmentes hozamnak a kétszerese, háromszorosa, tízszerese. Ennek megfelelően ugye az ehhez párosuló kockázat is jelentősen növekedni fog. Milyen termékekkel lehet ugye a kockázatmentes hozam többszörösét elérni? Ezek jellemzően tőzsdei termékek, tőzsdéhez kötődő termékek. Ugye alapvetően befektetések világában a jövőt nem látja senki. A múltbeli tapasztalat az azt mutatja, hogy ezek a tőzsdei termékek képesek jelentősebb árfolyam mozdulást produkálni, illetve hogyha mondjuk az elmúlt 150 évben 25 éves befektetési periódusokat nézünk, akkor a tőzsdei befektetés az fejlett tőkepiacokon rendre megverte az állampapírba fektetőket. Ugye mi a tőzsdei befektetésnek a kockázata? Alapvetően az, hogyha én az OTP egyéves árfolyam görbéjét nézem, akkor egy ilyen gyönyörű 25%-os árfolyam emelkedés látok. Azonban ez a múlt. Az, hogy a jövőben is így fog ez történni, az senki nem tudja nekem garantálni. A kockázat a befektetések világába az, hogy az én kis tőkém, pénzem az nem csak növekedni tud, hanem csökkenni is. Ha valaki tőzsdei részvényt vesz, vagy olyan befektetési alapot, amelynek nagy a részvény kitettsége, a tőzsdei termék kitettsége, és mondjuk a múltban gyönyörű hozamokat hozott, benne van a pakliba az, hogy lesz egy olyan időszak, vagy lesz egy olyan év, amikor a alapkezelő, vagy a tőzsdei befektető nem találja el a jövőbeli irányokat, és az a termék, amely a múltban 10%-os hozamokat hozott, az akár mínusz 10-15%-os hozamot is eredményezett. Ha valaki ilyen termékekben fekteti a pénzét, el kell fogadni azt, hogy a magasabb hozam lehetősége ezzel a magasabb kockázattal párosul. A tőzsdézés világában olyan módszer, amivel a jövőt egyértelműen pontosan meg tudjuk határozni, olyan nem létezik. De olyan pontokat, ahol a valószínűségek legalább rövid távon is, de a mi oldalunkon állnak, olyanokat tudunk találni, illetve pozíció méretezés és kockázat kezelés segítségével a bizonytalanságon adódó kockázatot is kezelni tudjuk. Ezeket a témákat részletesebben kifejtjük következő videóinkban.